Újfehértó határában már összeér a régi és az új aszfaltsík. Nagykállót elhagyva pedig látszik, hogy nemrég kezdték meg a felezővonal felfestését. A munkagépek a két település között Érpataknál terítik éppen az aszfaltot. Már csak a kopórétek hiányzik a felújított alapról. Újfehértó polgármestere azt mondta, hamarosan új úton kapcsolódhat össze a két település. A Újfehértó érintő rész az teljes egészében kész van, hiszen nekünk elsősorban a belterületi útszakasz volt, ami területünket érinti. Ugyanakkor a napokban jártam Nagykállóba, és látom, hogy a kiegyenlítő réteg végig megvan most már az úton, sőt, elindultak a végleges aszfaltozási munkálatok. Látszik, hogy most már patkarendezés, illetve a buszmegállóknak a kialakítása folyik. A Nagykálló és Újfehértó közötti 4912-es jelű utat is érintő komplex felújítás mintegy 2 milliárd forintba kerül. Ebből 625 millió forint uniós forrás állt rendelkezésre Újfehértó belterületi útjainak felújítására. A két város közötti külterületi szakasz mintegy 1,3 milliárd forintos hazai forrásból készül el. Egy jó hónapon belül elkészül ez az útszakasz. Mint ahogy láthatták, Nagykállónál már a felezővonal felfestése történik. Újfehértó térségében is a kopóréteg elkészült. Most Érpatakon járunk. Az alapaszfalt réteg természetesen már mindenütt rendben van, és a kopóréteg aszfaltozása történik jelen pillanatban. Az útszakaszon az aszfaltozási és patkarendezési munkák ideje alatt egy sávra korlátozzák a forgalmat, ami átmenetileg fennakadásokat okozhat a közlekedésben.